A mai nap folyamán ellátogatunk Fehérgyarmatra a Szatmártóra. Eleinte voltak kezdési nehézségek, de miután ezekkel megbirkóztunk, el tudtunk jutni a stégünkre. Hát nem a stégünkre, hanem a stégre. Elegeleinte ott próbálkoztunk, pár darab keszeget sikerült fognunk, de most itt megfogtam életem kárászát, amit nem sokára ti is láthatok. Tartsatok velünk! Elég lassú kapásra a jelentkezett. De szerintem ez egy keszeg lesz, aki már kifáradt. Hát már itt jön a vízpeterén. Ez egy szép darabka lesz. Na, egy kisebb. Sikerült elkezdtem a kulyból egy keszeget, ami már itt jöttem a parton. Hát ez egy kisebb darab. Merítő? Egy gyönyörű kárász. Jó. Nagy horgot. Sikerült kiszabadítanom a szájából. Hát, mondjuk, életem legnagyobb kárásza. Némik tolva még ekkora pont nincsen. Nem, hogy kárász. Életem kárásza, viszlát! Köszönöm! Ismét sikerült akasztalom, egy kárász. Elég érdekes, hogy a sajtos pelletemre bukik. Húha! Elég egy gyönyörű példány. Vagy ugyanaz. Hogy lehet amerikai? A mai nap folyamán, amit használok, szerelék, ez nem is lenne más, mint az eddigiekben. 10-es szakáll nélküli horog, a másikon egy 8-es szakáll nélküli horog, metódkosár és egy pelletféder kosárból áll. Egy egyszerű elhagyós végszerelékkel. Mai nap folyamán ezeket a mikrofeleteket használjuk, mivel fontyozni szerettük volna, ezért úgy választottuk meg, hogy fűszeres, üdös és egy édesebb etetőanyag mikrofelet. Igen. Azért van ebből bekeverve ilyen kevés, mivel mi három félét hoztunk el, kolbászosat, ananászost és halibutost. Most, ami pont a kezemben van, az a kolbászos, hát nagyon erős fűszeres szaga van inkább, mint hogy kolbász. Csak itt közben próbálunk helytakarékoskodni. Most igen, nem nagyon férünk el ketten. És ez pedig ananászos. Úgy gondoltuk, hogy szemesebb kajával felkeltsük a pontyok érdeklődését, de még ez nem sikerült, de továbbra is próbálunk valami újat bevetni. Akár, hogyha elfogy a kolbászos mikropellet, akkor a halibutosra rápróbálunk. Hát az több szerencsével jár. Erről a tóról, amit tudni kell, régebben, és nem régebben, elbasztam, erről a tóról tudni kell, hogy ez egy bányató, itt régebben agyagot bányáztak a téglagyárnak, és az átlag vízmélysége 3-4 méter, szabályzata pedig ugyanaz, mint az általában lévő sporthorgász tavaknak. Szakáll nélküli horog, nagymerítő, pontymatrac, csak itt annyiban tér el, hogy nem elég a sima kis standard 2 centis matrac, hanem már a vastagabb 5 cm-es matrac kell. Amit meg is mutatok nektek. Na, erre a tóra már az ilyen vastag matrac kell. Ebben a tóban nagyon előfordulnak a nagyobb pontyok, amurok, és amit látjátok, keszekfajták, kárászok, és egyéb társai.
érdekes ebből a mély vízből horgászni. Nem, ez egy kárász. Látszik a száján a halat. Már volt pár szor horgon. Hát igen. Picit meg lett sírtve. És oldalas már a szájára. De hogyha feltöltsük, akkor nem látszik. Még én kiszabadítottam a horgokat ennek a szájából. Elhúzta a nyeletőfékemet. És bátyám a másikotnak vágott be. De szerencsére megvárta őt a harmira, kitekelte a másik botomat. Hát nem tudom, mit mondjak. Tényleg még nem láttam ekkora kárászokat. De gyönyörűek. Körülbelül másfél kilós, ez a példány. Valamiért szerencsérgált itt a... Érjük, mindjárt lefertőtlenítem. Még a fertőtlenítőt hozmára. Még a nap felén se vagyunk túl, és már tudtam olyan halakat fogni, amelyeket még egyik tavon se tudtam fogni. Most igen, kárászt fogtam, de nem akár miatt, meg nem akár mekkorát. Ezek a keszegek, kárászok, még nem is láttam ekkorákat, és itt meg sikerült fognom, és gyönyörűek. Majdnem hatalmasabb élmény, mint egy ponty. Elérkeztünk a horgászatunkra szánt időfeléhez. Jó mondtam? Igen. Elérkeztünk a horgászatunkra szánt időfeléhez. Eddigiekben megszámlálhatatlan számú kárászt, keszeget tudtunk fogni. Ebből párat látott a videóba. Pontyot még azonban nem tudtunk fogni, de próbálkozunk. Próbálkoztunk eddig többféle etetőanyaggal, pellettel, kombinációkkal. Próbáltam az édest, fűszeressel, fűszeres csak simán, büdösebbet, tejsavast, vajsavast, de még semmi. A nagyhalak még váratnak magukra, a keszegfélék addig táplálkoznak elég szorgalmasan. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de még nem nagyon láttam ilyen kárászt. Rendes kis pockos. De milyen kis aranyos. Aki eddig nem értesült volna róla, annak el szeretném mondani, hogy kihirdettünk egy nyereményjátékot, ami két gyereket érint, és gyermekhorgász. És nem is lenne más a nyeremény, mint egy horgászbot, amely el van látva orsóval és fülzsinórral. Míg a másik egy kisebb spitzbot lenne, amely el van látva úszókkal és zsinórral. Ami az érdekes, hogy én ezt a nagy kárászt és sajtos ízesítésű pellettel fogtam meg. Amikor én először hallottam erről a sajtos ízesítésű pelletről, én úgy tudom, hogy ezt folyóvízre használják, leginkább márnáznak vele, mivel a márnáz nagyon szereti a sajtos illatot, sajtot. És elég érdekes az, hogy nekem ez a pellet, ami ma nagyon bevált. Ma a narancsos serben hagyott, legelső horgászatja volt az, hogy nem fogtam el a pontyot, de egy kárás sikerült vele, de ma ez volt a legeredményesebb
felületen. Felületről annyit kell tudni, hogy 8-tól 10 mm-es átmérőbe szoktam felrakni. Hát mikor méket raktam rá, vagy mikor még akadt a kezembe, de még annyi, hogy ez füstöl citromsárgán. Szárad. Ezt a tavat Facebookon, még elgondolkodtam, hogy mi ez a tó. Ezt a tavat Facebookon találtuk meg, és úgy gondoltuk, hogy ellátogatunk ide, mivel láttuk, hogy folyamatosan frissítve van a Facebook oldal, és folyamatosan töltik felfele a nagy halakat. Ennyi is lett volna. Hopp, hopp, hopp. Hány van. Volt. Na mindegy. Sajnos elment. Azért is szerettem volna kivenni. Már épp pakolni készültünk, miközben. És megvan. Amikor te már mennél, de hallom úgy gondolja. Mennék hazafele, mert nagyon meleg van és már nem bírom a meleget. Ha meg nem úgy gondolja, hogy ez olyan könnyen fog menni. Feljön a bújtot erre, hogy össze legnagyobb. Mindegy, ha úgy pakolni szerettem volna. Hogy így leakadt a búcsú halam is. El szeretnénk tőletek köszönni, és meg szeretném köszönni a tónak ezt a hatalmas élményt, amit soha nem fogtam ekkora kárászokat és keszegeket. Tetszett a videó? Iratkozz fel, és lájkolj minket!